Ma ez egyik legnehezebb napom volt a Dakar karrierem során. Ez több mint 100 kilométeres dűnesor volt, ami még az is plusz megnehezítette a dolgomat, hogy tankolózóna után már beengedtek minket a dűnékbe, úgyhogy a motoromban volt egy 35 liter üzemanyag, én is már magában nehéz vagyok, egy régi típusú motorra megyek, úgyhogy ez nagyon megkínzott. Volt több bukásom is, nem nagy bukások, hanem beborulások a mély homokba, motor fel kellett emelni, több olyan hegyre, homokdűnére nem tudott felmenni egyből, hanem kétszeri, háromszori megpróbáltatás után, úgyhogy nem élveztem ezt a mai napot, és nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok a célban.